köszönjük szépen a muzsikát, kapcsoljuk is meg a Kristófot. Tapsi, 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 tapsi. Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a rendhagyó aprók táncán, ugyanis innentől kezdve minden pénteken már csak online fogunk jelentkezni a mostani helyzetre való tekintettel, úgyhogy tulajdonképpen most is azért vagyunk ilyen kis létszámban, mert nem lehetünk már többen, igaz? És hát elsősorban bemutatkozni szeretnék most nektek. Kristóf fog ma nekünk muzsikálni, meg fogjuk nézni a hangszerét is természetesen. Én Andi néni vagyok, és azért, hogy egy kicsit megbarátkozzunk, meg belejöjjünk a játékba, játszunk egy kis ölbeli játékot, úgyhogy anya, apa ölében nyugodtan, kényelmesen helyezkedjetek el, és játszunk egy picit. Székre, szőnyegre, ahol kényelmes, igaz? Úgy lesz, ott a Kristó, igen. Na, akkor először megnézzük, hogy mi van a buksinkon, jó? Itt a füle, itt az orra, itt pedig a harapója. Itt a keze, itt a lába, itt meg a kis hasikája. Te nem vagy csikis? Kipróbáljuk még egyszer, hát ha elneveti magát. Itt a füle, itt az orra, itt pedig a harapója. Itt a keze, itt a lába, itt meg a kis acsikája. Hát nem akar nevetni, na még egyszer megpróbáljuk. Itt a füle, itt az orra, itt pedig a harapója. Itt a keze, itt a lába, itt meg a kis hasikája. Hát a lányok nagyon csikisek. Akkor játszunk még egy csiklandozósat. Megyen a medve, morog a mája, tányér a talpa, kurta a farka. Csik, 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 csik. Na ez már tetszett, ugye? Másik lábon is elindul a medve. Megyen a medve, morog a mája, tányér a talpa, kurta a farka. Megcsikizzük a tenyerünket is. Megnézzük, hogy az is csikise. Áspis, áspis, kerekes, utifüves, leveles. Bíbola, bíbola, pacs, 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 pacs. Másikat is. Na, megpróbáljuk másikat. Másikat. Vagy a kis kézed. Ide, így. Áspis, áspis, kerekes, útifüves, leveles. Bíbola, bíbola, pacs, 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 pacs. Bemelegítjük a lábunkat a táncoláshoz, meglóbáljuk egy kicsikét, így, ez az. Lóg a lába, lóg a, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába nem lógna. Lóg a lába, lóg a, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába nem lógna. Lóg a lába, lóg a, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába nem lógna. Na, akkor most megfordulunk anya, apa ölébe. Na nézd, csak szembe csücsülünk. Kukucs! Hát te állsz, így, igen. Becsücsülünk, úgy bizony. És akkor most itt tartalak, mert nagyon kitámasztottál, és megfogjuk a fejecskéjét, és így csinálunk. Erre bic, arra bök, a te fejed sütöttök. Erre bic, arra bök, a te fejed sütöttök. Erre bic, arra bök, a te fejed sütöttök. Na, akkor lovagolunk egyet. Lovagoljunk egyet, azt nagyon szeretjük, jó? Így lovagolunk, hopp! De jó lesz! És azt mondjuk, hogy... Gyí, paci, paripa, nem messze van kanizsa, oda érünk délre, liba pecsenyére,
gyípa, cipa, ripa, nem messzebb van kanizsa, oda élünk délre, liba pecsenyére. Gyípa, cipa, ripa, nem messzebb van kanizsa, oda élünk délre, liba pecsenyére. Gyípa, cipa, ripa, nem messzebb van kanizsa, oda élünk délre, liba pecsenyére. Hó, megállítjuk a lovacskát. És most megfordulunk a anya-apa ölébe, és csúszdázunk egyet még. Jó, csúszdázunk! Igen. Odakint már úgy se lehet, akkor anya-apa ölébe csúszdázunk, jó? Sík, 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 zsíros a mácsik, könnyen lecsúszik. Zsupsza! Gyorsan vizamászunk! Na, segít Kristóf nekünk? Vagy egy hangot, megpróbáljuk. Sík, 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 zsíros a mácsik, könnyen lecsúszik. Jada! Gyorsan visszavaszok, vissza. Na de aki bátor bizony, le lehet csúszni úgy, hogy elengeditek anya-apa kezét. Úgy is lehet. Ha, bizony, úgy is lehet. Sík, 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 zsíros a mácsik, könnyen lecsúszik. Azaz! Na még egy utolsót visszamászunk. Gyorsan visszamászunk. Azaz. Sík, 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 zsíros a mácsik, könnyen lecsúszik. Azaz! Zsupsza! Visszajöttünk. Na hát én úgy látom, hogy már jól belemelegettünk a játékba, meg újra megismerkedtünk egymással, mert már régen találkoztunk, igaz? Úgyhogy most tulajdonképpen már játszani is fogunk tudni, mert mielőtt játszanánk, azért énekelek nektek egyet, jó? Hogy minek apropóján kezdünk majd most idebent játszani. Úgyhogy a Kristóftól kérünk szépen hangot, és füleljetek nagyon, miről énekelek. Elesett a lúda jégen, majd fel kell a jövő héten. Összeütti a bokáját, sárga sarkantyús csizmáját. Összeütti a bokáját, sárga sarkantyús csizmáját. Elment aludt búcsút járni, nem kell onnan visszavárni. Majd visszajön sülve főve, nem ül többet az ülőre. Majd visszajön sülve főbe, nem ül többet az ülőre. Hát úgy látom, táncolni való kedvetek van, ez nagyon jó. Na hát miért énekeltem ezt az éneket? Miről szólt ez az ének? Léváról, lúdról bizonyám, mert hogy a Márton nap is itt van a környékünkön bizonyám. Márton nap kapcsán pedig sokat beszélünk a libáról. Bizony, így is van, igen. És bizony, szoktuk ilyenkor figyelni, mert az énekben is benne van, hogy a lúd elesett a jégen. Hát képzeljétek el, ilyenkor már szokott olyan hideg lenni, hogy a pocsolyába a víz megfagy, jéggé változik, és akkor azon bizony el tud esni a lúd a jégen, igaz? Hát most még sajnos nincsen olyan hideg, hogy elessen a lúd, de hát ha akkor majd karácsonykor hidegebb lesz, és akkor viszont tudunk korcsolyázni majd, meg hógolyózni, igaz? Az nagyon jó lenne, ezt várjuk már. És liba pecsenyét is szoktunk sütni Márton napkor azért, hogy egész évben legyen ennivalónk, az nagyon fincsi. Az az igazi, a ludas süti, így van, meg a liba pecsenye, igaz? Úgyhogy az a legfinomabb ennivaló, és akkor mi is már megyünk is, mindjárt megnézzük a libákat, hogy vajon elcsúsznak-e a jégen, vagy a vízben poroszkálnak. Úgyhogy ehhez, hogy tudjunk játszani, eltesszük a székeket, és a szőnyegeket fölcsavarjuk úgy, ahogy a palacsintát, ahogy szoktuk, igaz? Töltött palacsintát készítünk a szőnyegekből, jó? Zsupsz! Na, azt tetszik neked? Megfogjuk egymás kezét, megnézzük, hol vannak a libák, jó? Gyertek, gyertek! Libuskái, vegyetek, mindjárt hazamehettek, mire a nap lenyugszik, ti is otthon lehettek.
Libuskáim, egyetek, mindjárt hazamehettek, mire a nap lenyugszik, ti is otthon lehettek. Libuskáim, egyetek, mindjárt hazamehettek, mire a nap lenyugszik, ti is otthon lehettek. Libuskáim, egyetek, mindjárt hazamehettek, mire a nap lenyugszik, ti is otthon lehettek. Libuskáim, egyetek, mindjárt hazamehettek, mire a nap lenyugszik, ti is otthon lehettek. És most azért olyan játékokat fogunk játszani, amit otthon ti is tudtok majd játszani anyáikkal, illetve akik nézik majd ezt a műsort, otthon is tudják az anyukájukkal meg a testvérükkel játszani. Úgyhogy főleg olyan játékokat fogunk, mert most sajnos ilyen kevesen vagyunk, és nem tudunk nagy vonulós játékokat játszani, de azért kipróbáljuk, hogy milyen a liba sor? Igen. Na jól van, akkor viszont válfogás. Én vagyok az eleje a sornak, fogjuk meg egymás vállát. Úgy. Apának, anyának a derekát. Úgy. Ez a libasor. Na gyertek! Elmegyünk libasorba. Igazából otthon is lehet ilyen libasort csinálni, mert ha anya kiált, hogy elkészült a liba, sült, akkor gyorsan így be tudtok állni a tesóval, válfogassal, és úgy lehet kimenni a konyhába. Na megmondom, milyen mondókára, jó? Mondóka lesz most, igen. Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba, árok szélén ül a liba, az gágogja, hogy taliga. Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba, árok szélén ül a liba, az gágogja, hogy taliga. Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba, árok szélén ül a liba, az gágogja, hogy taliga. Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba, árok szélén ül a liba, az gágogja, hogy taliga. Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba, árok szélén ül a liba, az gágogja, hogy taliga. Na hát ilyen a liba sor. Na most ki is állunk a liba sorból, megfogjuk egymás kezét, megpróbálunk gúnárt választani magunk közül. Ki az a gúnár? Mi az a gúnár? Ki tudja? Az is igaz, van olyan. De miféle liba az a gúnár? Igaz, de az mit lehet még rá mondani, milyen liba az a gúnár? Fiú vagy lány? Lány! Hát fiú. Igen, ez az. Na most miután csak egy legényünk van, de ő még nem tud gúnárkodni, hát tiszteletbeli gúnárok leszünk, illetve apáékat is tudjuk választani, jó? Na, először körbe megyünk, és amikor szólok, gyorsan mindenki keressen párt magának, jó? Na, megyünk körbe. Kristóftól kérünk egy hangot. Hatan vannak a milludaink, három szürke, három fekete. Válasz párt! Gunnar, Gunnar, liba, Gunnar, Gunnar az eleje, szabad a mezeje, akinek nincs párja, az lesz a gúnárja. Mindenkinek jutott pár? Yeah! Nem. Nekem nem jutott, úgyhogy én leszek a gúnár. Járjatok engem körbe, és aztán amikor szólok, mindenki válaszol, jó? Hátan vannak a milludaink, három szürke, három fekete. Válasz, válasz! Gunnar, Gunnar, liba, Gunnar, Gunnar az eleje, szabad a mezeje, akinek nincs párja, válaszom, mondja. Kinek nem jutott? Te vagy a gúnár! Na gyere csak be a kör közepére. Megvan az új tiszteletbeli gúnárunk. Hátan vannak a milludaink, három szürke, három fekete. Válasz, válasz! Gunnar, Gunnar, liba, Gunnar, Gunnar az eleje, szabad a mezeje, akinek is várja, az lesz a gúnár. Mondjuk csak, te vagy a gúnár! Na most végre
igazi gúnár van a kör közepén. Na még egy utolsó. Megfogod. Akkor a szoknyámat megfogod. Akkor gyere utánam, jó? Hátam vannak a milludáink, három szürke, három fekete, válasz! Gunnar, Gunnar, libba, Gunnar, Gunnar az eleje, szabad a mezeje, akinek nincs párja, az lesz a Gunnarja. Te vagy a Gunnar! Elengedd a párodat, maradj a pároddal! Pároddal maradj, fogjátok meg egymás kezét szemben, két kézzel. Mert most harangozunk egyet, így a kezünkkel. Harangoznak délre, libba pecsenyére, nincs itthon a gazda, megette a macska. Harangoznak délre, libba pecsenyére, nincs itthon a gazda, megette a macska. És meghúzzuk a nagy harangot. Az olyan hatalmas nagy, hogy csak szép lassan tud ide-oda billegni. Kipróbáljuk? Harangoznak délre, libba pecsenyére, nincs itthon a gazda, megette a macska. És akkor a kis harang az hogyan szól? Nagyon gyorsan billeg, igaz? Harangoznak délre, libba pecsenyére, nincs itt a gazda, megette a macska. El ne engedd a párodat. Köszönünk a párunknak úgy, ahogy a felnőttek szoktak így keresztbe. Jó napot kívánok! Jó napot! El ne engedd másikat is. Jó napot kívánok! Meg is van a keresztfogásunk, jössz velem? Jó napot! Jó napot! Megvan! Na, megpróbáljuk akkor, hogy beindítjuk így a szoknyánkat, mert akkor mozog jól. Ha ide-oda billegtetjük, úgy, az az nagyon jó. Hadd mozogjon a szoknya. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is tégillit. Na, még egyet. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. Na most beállunk keresztfogással így körbe menet irányba megyünk, sétálunk, és a dal végén így megfordulunk, ahogy az előbb kigyakoroltuk, azaz. Nagyon jó, próbáljuk meg. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. Fordulunk. Hú, de ügyesek vagytok, nagyon jó. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. Azaz, hát ezt még otthon is lehet csinálni, hú, de jó játék ez. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. Úgy. Szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. És 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 szőjünk vásznak, gatyának, gatyafának is téglit. Ó, de ügyesek voltatok. Hát ez nagyon jól ment. El is engedjük ezt a keresztfogást, csak egy kézzel fogjuk meg a párunkat, jó? És akkor elmegyünk azért egy libabálba, kérünk szépen egy kis ugrós muzsikát. Táncolunk egyet, mert már nem bírunk a lábunkkal, jó? Előbb körbe sétálunk a párunkkal, sétálunk. Séta, séta, megyünk, gyere! Azaz, sétáltatjuk a párunkat. Megyünk, megyünk, lépünk. Ügyes vagy, nagyon, nagyon. Megyünk, megyünk, lépegetünk. Elengedjük a párunk kezét, körbe megyünk és tapsolunk. Gyere, lépjünk, gyere, gyere, úgy.
ülünk egy helyen, kényelmesen elhelyezkedünk, és táncolunk egyet még, sarkunk, emeljük, sarkunk, ez az, és koppantjuk a sarkunkat, egyiket, másikat, előre, előre, azaz, úgy bizony, egyiket, másikat, egyiket, másikat, jaj, de ügyesek vagytok, gyönyörű, na most hajlítjuk a térdünk, le, fel, le, fel, le, fel, fürgén, le, 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 rugó, 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 azaz, nagyon jó, figyelj, hop, hop, rugó, 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 azaz, hop, hop, ugrálunk, integetünk, sziasztok, ha-ho, szia, agyagyony, forgunk is közbe, vissza, pihentető táncot járunk, vagyunk, combon kütjük két kézzel, comba, 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 tapsolunk, combunkat, és taps, és comb, és taps, és comb, és most taps, taps, comb, comb, taps, taps, comb, comb, taps, taps, comb, comb, taps, taps, mindenből egyet, taps, comb, taps, comb, taps, comb, szürgén, taps, comb, taps, comb, taps, comb, taps, comb, úgy, forgás, pörögjön a szoknya, lányok, vissza! Pörögjön, pörögjön! Gyönyörűek ezek a szoknyák! Vissza! Vissza! Na még egyet vissza! Figyelj! Tapsolunk! Egyik combot! Tapsolunk! Másikat! Tapsolunk! Egyiket! Tapsolunk! Másikat! Egyiket, tapsolunk, másikat, azaz, fürgében, tap, egy, tap, két, tap, egy, tap, két, nagyon ügyes vagy, úgy. Na most, tapsolunk, 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 nagyon jó, tapsolunk, 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 tapsolunk. Ez az, remek! Most ezt betesszük a lábunkba! Dobbagunk, 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 dobbagunk! Az az, nagyon jó! Úgy, úgy, úgy! És féltérdre ereszkedünk, és ütjük a földet, tapsolunk! Ütjük, tap, ütjük, tap, ütjük, fürgében, üt-tap, 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 azaz, még fürgében, üt-tap, 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 úgy, 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 csak a földre, na de römböljünk az egereknek, azaz, úgy, felállunk. Most a lábunk rakjuk oda. Rakd oda, rakd oda. Elad. Hogy? És kap, bán, kap, bán. És egyiket, másikat. Előre, előre. Egyik, másik. Elad. Fürgén, dabbag, dabbag. Füled a Kristófot. Füled, úgy járjon a lábad, ahogy szól a muzsika. Ó, de jó tánc volt. Óriás tapsot adunk magunknak. Gyertek, pihenésképpen kitekerjük a palacsintákat, és leülünk a Kristóf elé.
Mert megígértem, hogy megnézzük a hangszerét. Megtekintjük ezt a hangszerét. Jó, de jó! Hát mégis, mégis tudjátok, így van. Ez nagyszerű dolog. Szerencsére. De Kristóf menni. És igaz. Előbb már mondtátok a hangszer nevét, tehát akkor... Szemelő! Így van, de mondjuk hangosan egyszerre azt... Na de hát hogy is működik ez a hangszer? Arra emlékszünk, ha már nevére emlékszünk. Hát az egy dolog, és a másik kezemben mit csináltam? Nyomkodtam a hangszer. Hangszerhez mindig én csak én nyúlok, ezt már mindig elfelejtem. Így van. Így van, van benne kerék. Minden tudnak, így van. Hát az otthon ülő gyerekek nem biztos, nem biztos hogy tudják, úgyhogy ez milyen jó, hogy a kedvükére elmondják. Minden elmesélünk, mindent elmesélünk. Tehát az egyik kezemben mit csináltam? A másik kezemben? Nyomkodtam, bizony, és ez a kettő együtt megy, akkor megszólal a hangszer. Igen, megszólal a hangszer. Na nézzük! Ojjajjaj, hát mégse szól. Látjátok? Valami történt ezzel a hangszerrel. Hát mi történt? Mi vitt el belőle a hangot? Vajon? A húrok! A húrok, bizony, a húrok! Hát akár hiszitek, akár nem, bizony ebben a hangszerben is húrok vannak. Ugyanis ez úgy működik, hogyha én megtekerem ezt a kis hajtókat, és elkezd forogni a kerék, amit ugyanúgy be kell gyantázni, akár csak a hegedűnek a vonóját, hozzá kell érinteni a húrt, és az megvonja, csak éppen a, ugye, a hegedűnek ilyen, hát ilyen véges vonója van, ugye? Tehát, hogy vége, van neki vége, de ennek a hangszernek nincsen. Végtelen, végtelen vonója van. Ugye? Mert kerek alakú a fa, fakerék forog benne, és az megvonja szépen, és akkor megszólal. Macska zenét is lehet vele játszani. Így van. És hogy ez megszólal szépen. Erre tudunk énekelni, ez a dallambúr. Emlékszünk a dallambúrra? Jól van. Akkor mondjuk hangosan, hogy... Na. És akkor van még benne még egy húr, mert ebben három húr van. Ez volt az első volt. Így van, a bőgő húr lesz belőle. Miért hívják bőgőhúrnak? A gumbom az egy dolog. De milyen? Milyen hangszernek van még ilyen mély hangja? Bőgőnek. A bőgőnek, igen. A medve játszik egy bőgőn, igen. A medve bőgőzik, így van. Az aztán nagyon mély. Így van. Ez a bőgőhúr. Na, mondjuk egyszer ezt is, hogy... Tehát ilyen furcsa recsentő hangot ad, és attól azért hívják ezt recsegő húrra. Na és hogyha ezt a három húrt egyszerre beakasztjuk, akkor megszólal a hangszer úgy, ahogy az elején. Rátok, hogy már régen találkoztunk, és mégis emlékeztek rá, hogy hogy hívják ezt a hangszert.
És hát ugye szaladt az idő, hogy el kell már köszönnünk egymásról, köszönjük, hogy velünk táncoltatok, velünk játszottatok, úgyhogy egy nagy tapsal megköszönjük Kristófnak a munkát. Adunk egy nagy tapsot anyáéknak, meg apáéknak, és adunk egy nagy tapsot magunknak. Hát azért Andi nénit is tapsoljuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk akkor egy hét múlva. Köszönjük szépen, és elköszönünk az otthon ülő gyerekektől is, oda integetünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!